Havonta több ezren keresik fel az urológiai szakrendelést a Bajcsi Zsilinszky kórházban és vonzás körzetének rendelőintézeteiben. Az orvosok fontosnak tartják, hogy a panasszal érkező nők és férfiak mellett azok is megforduljanak náluk, akik lényegében tünetmentesek, hiszen az urológiai jellegű betegségek sokszor így fejlődnek ki. A korai felismerés viszont sorsdöntő lehet. A Bajcsi Urológia osztályvezető főorvosa dr. Böszörményi Nagy Géza fogadta stábunkat a helyszínen. Ha egy ifjú orvos az urológiát választja a szakterületének, akkor az emberi testnek mely részei és funkciói tartoznak hozzá? Hát ha egy fiatal ember ezt választja, akkor én azt nagyon fogom támogatni, és nagyon megértem, mert ez az egyik legszebb szakterület. Ugyanis mi kezelünk csecsemőkortól 100 éves korig beteget, férfit és nőt egyaránt. A húgyutakat és a férfi nemi szerveket foglalja magába az urológia, annak minden úgynevezett belgyógyászati és sebészeti megbetegedését is beleértve. És hát olyan úttörő munkát végez az urológia a diagnosztikában is és a terápiában is, hogy arra büszkék lehetünk, és az minden fiatalt ide fog csábítani, mert gyakorlatilag az űrtechnika jelenik meg ma már a módszereinkben, és minden meglevő technikai újítást hamar beépítünk a mindennapi gyakorlatba. A módszerek meg az eszközök ezek szerint az űrtechnikának a szintjén vannak. Az emberi test viszont elég régóta hozzávetőlegesen hasonló alkatrészekből épül fel, de vajon mennyire számítanak az urológiai tünetek, amelyekkel önök találkoznak, civilizációs tüneteknek? Hát jó részük civilizációs általam, különösen a kövességre mondhatjuk ezt, a húgyúti kövességre. Úgyhogy azt úgy is kezeljük, az első köves epizódot azt civilizációs ártalomként kezeljük, és csak a második vagy ismételten visszatérő kövességgel kapcsolatos eseményt tekintjük olyannak, ami további vizsgálatot és kivizsgálást és teendőket igényel. Tulajdonképpen civilizációs ártalomnak vehetjük azt is, hogy a népesség elöregedik, és egyre több a prostata megnagyobbodással szenvedő beteg, egyre több a prostata rákban szenvedő beteg, és hát egyre több sajnos ugye más eredetű daganatos betegség is. És ide tartozik a hólyagrák is, ami viszont már nem mondhatjuk, hogy csak civilizációs ártalom, hiszen a hátterében általában a dohányzás áll. Úgyhogy ez is a mi dolgunk, hogy az előzmények ismerete nagyon fontos az urológiában, a betegnek ezzel kapcsolatos panaszait mindenképpen meg kell tudnunk, mindenképpen ki kell derítenünk. És ugye, ha már említette a prostatát, akkor legalábbis laikusok is hozzáférnek olyan információkhoz, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy nem feltétlenül jár tünetekkel egy gond, egy baj, egy betegség kialakulása, tehát ez hogy működik? Így van, pontosan a veserákot és a prostatarákot emelném ki elsősorban, mind a kettő elég alattomos módon tud kifejlődni, nem okoz panaszokat, vagy amikor már panaszokat okoz, akkor már egy olyan előrehaladott állapotról van szó, amikor már mindenképpen nehéz a gyógyítása a betegnek, és hát egész más módszerekkel történik, mint a korán felismert stádiumban. A korai felismerésnek a vesedaganatnál is és a prostataráknál is megvannak a módszerei, a lehetőségei, és erre azért hál' Istennek egyre nagyobb egészségtudatossággal hát jelentkeznek is a betegek. Azt hiszem, itt egy pillanatra érdemes megállni, mert tudnélik, ilyen alapon végül is egy bizonyos pont elérkezik egy ember életében, amikor ideje rendszeresen elmenni különböző módon megvizsgáltatni a magát? Igen, ez elsősorban korfüggő, úgyhogy bizonyos kor fölött, hát a legismertebb példája ennek ugye a prostatarák, ahol a férfi embereket 50 éves kor fölött mindenképpen szeretnénk mi évente látni egyszer. De a férfi ember nehezebb ember egy kicsit, nehezebben megy orvoshoz. Úgyhogy az egészségtudatosság szempontjából a férfi emberek egy kicsi hátrányban vannak, és nem ritka, amikor a feleség hozza el a férjet, és ő javasolja, hogy bizonyos kor elmúltával jelentkezzen úgynevezett szűrővizsgálatra. De a szűrővizsgálat
tulajdonképpen a panaszmentes beteg vizsgálata, míg hogyha panasszal jelentkezik a beteg, azt pedig úgy hívjuk, hogy korai diagnosztika. A lényeg az, hogy mindkét esetben indokolt 50 év fölött az urológiai szakvizsgálat, és ennek része az úgynevezett prostataszűrés. A tünetek azok melyek lehetnek adott esetben még egy aránylag korai szakaszban, amelyek figyelmeztető jellegűek? No, hát itt is van egy kis problémánk, már ha a civilizációról beszéltünk, elég sok reklámot látunk televízióban is és más oldalról is. Ezek a reklámok enyhe vizelési panaszok vagy éjszakai pisilés esetén is különböző dolgokat javasolnak, de nem azt javasolják, amit kellene, hogy menjünk el orvoshoz és kérdezzük meg a véleményét. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy bármilyen panaszt észlel egy 50 év körüli vagy idősebb férfi ember a vizeléssel kapcsolatban, mindenképpen urológiai szakvizsgálat szükséges, és ott lehet tisztázni, hogy milyen következményei vannak ennek, mi a teendő. Mindenképpen, ugye, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, mi azt javasoljuk, előtte kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, és ne utána, miután megvásárolta bármilyen készítményt. Hát intézményesített szűrés Magyarországon nincs, tehát csak az egészségtudatosságra alapozhatunk, amikor azt kérjük, hogy az 50 év fölötti férfi beteg jelenjen meg urológiai vizsgálaton. Ez, hogy jelenjen meg, ez egy egyszerű folyamat megjelenik, vagy pedig egy procedúrán, beutalási procedúrán kell átjutni? Urológiára nem szükséges beutaló. Tehát beutaló nélkül jelentkezhet bárki vizsgálatra, senkit nem fogunk elutasítani, szerintem senki kollégám el nem utasít beteget, aki ezzel a kéréssel jön, és a megfelelő vizsgálatokat el fogjuk végezni. Az önök szakterületének van saját tudományos társasága, nyilván ez egy igen jelentős tudásbázissal rendelkező szakterület. Vajon arra is kitérnek-e a megállapításaik során, hogy végül is hogyan lehet minél tovább egészséges, jó állapotban tartani, teszem azt a prostatát? Nagyon jó kérdés, ugyanis az a Magyar Urológus Társaság most fejleszt ki egy olyan weboldalt, illetve a weboldalunknak egy olyan kiegészítését tervezzük, ahol betegedukációs program lesz, betegek elérhetik, ha beírják a keresőbe, hogy prostatarák, ezt az oldalt, és ott megfelelő információkat fognak kapni, lehet böngészni ezzel kapcsolatban, hogy étrenddel, életmóddal kapcsolatban, korai szűrővizsgálatokkal vagy panaszokkal kapcsolatban mi a helyzet. Ez egy nagyon fontos dolog, és hát nagyon sok nyelvre lefordították már az Európai Urológus Társaság ezzel kapcsolatos ajánlását. Tulajdonképpen mi egy saját oldalt szeretnénk csinálni magyar nyelven, és nem fordítást, de ez nem sokára rendelkezésre fog állni. Van összefüggés abban, amit önök adott esetben megállapítanak, és például a táplálkozási szokások között? Nagy vizsgálatok folytak és folynak ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok lakossága előregedőben van, és ő náluk a prostatarák prevalenciája, tehát gyakorisága az vezető helyen van a világon, és ők nagyon sok energiát, pénzt költöttek arra, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjanak. Úgyhogy bizonyos dolgokat már tudunk, hogy mik azok a étrendi javaslatok, amikkel esetleg tudjuk befolyásolni a dolgot, de mivel a prostatarák is rákos daganat, és valójában az eredetéről nem tudunk semmit, vagy nagyon keveset, ezért hát olyan nagyon erős javaslataink még nem születtek. Általában erre a területre is vonatkozik-e az, amit időnként szoktak mondani, elnézést, ez laikus megfogalmazás, hogy a magas stressz szint az többé-kevésbé segíti, vagy elősegíti az adott esetben komoly egészségügyi tüneteket is. Vannak olyan vizsgálatok, amik ezeknek az úgynevezett oxidatív folyamatoknak a végtermékét valóban emelkedettnek találják azoknál a betegeknél, akik rákos daganatban szenvednek, tehát a stressz valóban szerepet játszott a kialakulásban, de semmiképpen nem lehet egyedüli oki tényező, és hát sajnos egyelőre nem tudjuk az eredetét ezeknek a daganatos betegségnek. Tudjuk, hogy a stressz hozzájárul a dolgokhoz, de hát stressz nélkül meg nem tudunk manapság élni.
És sokan nem tudnak élni adott esetben, akár szenvedélybetegek is, legyen az mondjuk dohányzás, vagy alkoholfogyasztás, vagy adott esetben akár még drogfogyasztás is. Ezek közvetlen hatása kimutatható-e az önök által vizsgált emberi test területekre? Ilyen közvetlen összefüggést nem sikerült kimutatni a vizsgálatokkal, amennyire én tudom, de bőven elég az az ártalom, amit elkövetünk a dohányzással, a környezetszennyezéssel, az sajnos viszont kimutathatóan hozzájárul ezeknek a daganatoknak a kialakulásához. Ugye itt a prostata az a férfiak esetében éppen azért, amit említett is főorvos úr, hogy tudnék csendben történnek a dolgok, az aránylag gyakran előfordul, mint figyelmeztető jel manapság. De vajon azok az információk, amelyek hozzáférhetők az interneten, nem az önök honlapján, hanem itt-ott-amott, milyen kritikai szemmel nézendők, szóval mennyire hitelesek vajon? A helyzet az, hogy minden olyan kísérletet, minden olyan tevékenységet pozitívnak tartunk, ami az egészségtudatosságot fokozza. Tehát bármilyen olyan akár riasztó weboldal vagy adat, ami a beteget orvoshoz viszi, az nekünk barátságos. Mi azt szeretjük. A félretájékoztatáshoz természetesen pont olyan dolgokkal szeretnénk megelőzni, hogy hiteles weboldalt, hiteles információkat tartalmazó oldalt szeretnénk létrehozni. Ez, amit említettem, a társaság oldalán éppen erre törekszünk most. De mondom, minden alkalmat megragadunk, és mindig, mint ezt az alkalmat is szívesen vesszük, hogyha az egészségtudatosságot fokozhatjuk. Ha valaki szeretné kideríteni magáról, hogy veszélyben van-e, vagy pedig rendben vannak-e a dolgai, akkor végül is milyen vizsgálat az, amivel ez megállapítható? A legfontosabb a 80-as években bevezetett PSA nevű fehérje kimutatás, ezt prostata specifikus antigénnek hívjuk egyébként, és a PSA a rövidítése. Ez egy vérvizsgálat. Ennek a szintje, nagyon fontos tudni, nem prostata rákra utal, hanem a prostata megbetegedésére utal. Tehát más dolog, akár még biciklizés vagy lovaglás is megemelheti a PSA szintjét. Tehát magyarul ez egy orvosi vizsgálattal egybekötött vizsgálat, és a beteg előzményeit ismerve, foglalkozását ismerve, aktivitását ismerve lehet helyesen interpretálni a kapott értéket. A másik dolog nagyon fontos, hogy a PSA-nak nem az abszolút értékét, hanem általában a tendenciáját értékeljük. Tehát az évenként végzett vizsgálatnak van ezért jelentősége, hogyha az egy bizonyos mértékben meghaladja az egyébként korral járó növekedés ütemét, akkor gondolunk arra, hogy itt valami további vizsgálatra lesz szükség. Tehát akkor rokonítható, mint indikátor ez az adat a mondjuk koleszterin szinthez? Hát talán nem annyira, mert itt azért, hogyha egy magasabb érték van, akkor az mindenképpen nem kezelést, hanem további vizsgálatot igényel. A vizsgálat az már a prostata mintavétel, ami már egy invazív beavatkozás, tehát az már műtéti beavatkozásnak számít, és olyan előkészítést is igényel, míg egy koleszterin szint emelkedésnél elsősorban gyógyszeres kezelésre gondolunk. Miután említette azt, hogy mintavétel, invazív eljárás, ezen a területen gondolom az űrtechnika szintje, amit említett, az, ami megjelent. Itt hol tartunk tulajdonképpen, illetve hát önök hol tartanak? Szerintem nagyon jó színvonalon tartunk. Tehát ultrahang vezérelt, célzott mintavétel történik. A visszaérkező minták mindegyike prostatából származik, tehát nem szúrunk mellé egyet sem. Meg van határozva, hogy mikor, milyen értéknél, milyen korú embernél hány mintát érdemes venni. Tehát egy nagyon szigorú európai protokoll szerint járunk el, és pontosan annyit veszünk, amennyi szükséges, és amennyi szükséges ahhoz, hogy esetleg a beteget a továbbiakban kezelésnek vessük alá. Abban az esetben, hogyha valakinél eljut oda a diagnózis, hogy valóban már egy komolyabb beavatkozás, tehát gyógyszeres vagy műtéti beavatkozás kell, akkor végül is ez mennyire nehezíti meg az utána következő éveket?
Attól függ, hogy miről van szó, és ebből a szempontból a mintavétel csak egy kiinduló pont, utána a daganat stádiumát pontosan kell tisztázni. Azt kell tisztázni, hogy helyben van ez a daganatos elváltozás, vagy már tovább terjedt a szervezetben. Ha helyi a betegség, akkor helyi a kezelés is. És itt jönnek a különböző lehetséges technikák, amelyek a irradiációval, tehát a sugárkezeléssel kapcsolatos különböző lehetőségek, illetve a műtéti beavatkozás, amely szintén ma már tényleg, ahogy említettem, majdnem űrtechnikát képvisel, tehát laparoszkópos beavatkozások zajlanak, háromdimenziós képalkotóval lehet kombinálni, és hát olyan szövetfelismerési képességgel a HD monitorral, hogy lehetőség van arra is, hogy adott esetben a betegnek mind a vizelési képessége, mind a merevedési képessége megmaradjon. Tehát, hogy csak azt távolítsuk el, ami kóros rész. A vesével kapcsolatban is hasonló szinten vannak a műtéti beavatkozás eszközei, módszerei? Igen, hál' Istennek az utóbbi évtizedben történt fejlesztéseknek köszönhetően a vesével kapcsolatban is ma már van arra lehetőség, hogy laparoszkópos módszerrel csak a vese daganatot és ne az egész vesét távolítsuk el. Ezek jól mennek, ezek a műtétek szintén megfelelő technikát igényelnek, de mondjuk kórházunkban is rendelkezésre áll és mindennapos gyakorlattá vált, úgyhogy nagyon sokat haladtunk a technikában és a lehetőségeinkben, ezért lenne nagyon fontos, hogy korai stádiumban kerüljenek felismerésre ezek a betegek. Így is van egyébként a betegek többsége, több mint kétharmada ma már nem tünetek miatt, hanem más vizsgálat során véletlenül felfedezett kisméretű, még vesén belül levő daganattal kerül felismerésre, és van lehetőség ilyenkor a vese megtartására. Még egy rövid időre visszakanyarodva a prostata ügyhöz, ami a férfi lakosság körében gondolom hát mindenki számára. Ha lenne a riporter, akkor biztos más kérdések lennének, ugye? Nagy valószínűséggel, igen. Bár itt mindig ugye előkerül az, hogy vajon a nőgyógyászat és az urológia az ebből a szempontból miért válik külön? Miért válik külön-külön? Nem válik külön, együtt dolgozunk a nőgyógyászokkal, együtt vizsgáljuk ki a vizelettartás zavaraival rendelkező betegeket, vagy jelentkező betegeket, és nem ritkán együtt is operáljuk ezeket a betegeket. A laparoszkópia és egyáltalán a technikai fejlődés az a szakmákat nem szétválasztotta, hanem összehúzta és összetartóvá tette. Úgyhogy manapság egy műtősnő, egy műtővezető, az sokkal jobban rálát az összes szakmára, nőgyógyászatra, urológiára, sebészetre, mint korábban. És ez sok lehetőséget is rejt magában, hiszen azonos műszerekkel jobban lehet dolgozni, effektívebben lehet dolgozni. Urológiai szempontból, a férfiak szempontjából elég evidensen adódik, mint könnyen megkérdezhető dolog. Tehát a prostata hölgyek esetében mi a tipikus vagy a leggyakrabban előforduló urológiai jellegű ügy? A hölgyek esetében általában a vizelettartás zavara, az úgynevezett inkontinencia, de hát az inkontinencia az csak egy szó, ami mögött azért nagyon sok betegség, nagyon sok dolog húzódhat meg. Ennek a korrekt kivizsgálásában is urológusok vezetnek, és az urológián történik a korrekt kivizsgálás, annak ellenére, hogy nőgyógyászhoz fordulnak általában a hölgyek, de mi ezt egy úgynevezett uroginekológiai ambulancia létrehozásával szeretnénk a közeljövőben együttesen a nőgyógyászokkal megszervezni és fejleszteni, de most is együtt működünk a nőgyógyászokkal, és azok a betegek, akik ilyen panaszokkal jelentkeznek, ők úgynevezett urodinámiás vizsgálaton mennek keresztül. Ez a vizsgálat egy nyomás-áramlás próba tulajdonképpen, és azt mutatja, hogy a hólyagnak milyen a működése, és ott milyen szinten lehet kell beavatkozni, hogy a panaszokat megszüntessük. Ez a korrekt vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a továbbiakat meghatározzuk. Ezt mondom, közösen történik nőgyógyásszal és urológusokkal. Ahogy mondta, a panaszokat megszüntetni, az a céljuk lehet ezek szerint? Nagy ritkán előfordul, hogy nem csak lehet, hanem kell is, tehát hogy a húgyutakban olyan elzáródás jön létre az anatómiai deformitás miatt, hogy be kell avatkoznunk, de általában a panaszok az akaratlan vizeletvesztés miatt kell vagy kis műtétet végeznünk, vagy olyan életmódbeli tanácsokkal szolgálnunk, amik megoldják ezt a problémát. Ezek a tünetek a hölgyeknél mennyire korfüggők? Korfüggők, alkatfüggők, a szülések számától, korábbi eseményektől függenek.
és szintén egy nagyon részletes anamnézis felvételt, egy nagyon részletes vizsgálatot igényel, hogy megállapítsuk, hogy tulajdonképpen mi a baj. Nem egyszerű előadni ezeket a panaszokat, és nem egyszerű kivenni az előzmények ismertetésekor, hogy tulajdonképpen miről van szó, tehát egy nagyon diszkrét körülmények közötti vizsgálatra van szükség. Hát ezt most nem is akarom mondani, hogy ilyen betegforgalomnál nincs mindig rá lehetőség, hogy ilyen diszkréten és részletesen kikérdezzük a beteget, de a cél ez, hogy kulturált, diszkrét körülményeket teremtsünk ezekhez a vizsgálatokhoz. Gyakran hallani, hogy a korosodással szinte automatikusan együtt jár a prostata megnagyobbodása. Ezt úgymond a szűrővizsgálat vagy megelőző vizsgálat mellett ölbetett kézzel kell nézni, úgyis megtörténik, vagy lehet ellene tenni? Igen, a férfi lakosság közel 50%-a lesz panaszos prosztata megnagyobbodás miatt. Tehát a prosztata megnagyobbodás, másik oldalát mondom, 50%-ban tünetmentes, és nincs vele életünk végéig panasz. És ráadásul a prosztata mérete és az okozott panaszok között nincs feltétlenül összefüggés, tehát egy nagy prosztata is lehet tünetmentes, és egy kicsi is okozhat vizeletelakadást. A vizelési panaszok lényege, hogy nehezen ürül a vizelet, nehéz a vizelés, szakaszossá válik, és hát a legfontosabb az, hogy időnként előfordul, hogy elakad a vizelet, és akkor a vizelet elvezetésre szorulunk. Ezek a panaszok, hogyha jelentkeznek egy korrekt urológiai vizsgálattal, meg lehet állapítani azoknak a betegeknek a csoportját, akik gyógyszeres kezelésre jól fognak javulni, és hát sajnos olyan is van, amikor műtétre szorulunk, és egy kis endoszkópos műtéttel a prosztatának azt a részét, ami a vizelést akadályozza, azt el kell távolítanunk. És miután itt a említett szerv, tehát a prosztata a nemi működéssel is szoros kapcsolatban van, az a teória, amiről szintén lehet olvasni, hogyha valaki mondjuk önmegtartóztató életet él, akármilyen oknál fogva is, az nem gyakorol jó hatást a prosztatája egészségére, az egy igaz tétel? Nincs ilyen egyértelmű összefüggés, nem tudunk ilyen egyértelmű összefüggést, hogy bármivel a szexuális viselkedésünkkel meg tudnánk akadályozni mondjuk prosztata betegségeket. Nagyon laza statisztikai összefüggés persze van, és a gyakori szexuális élet az bizonyos befolyást gyakorol a prosztata működésre, de ezek hosszú távú megfigyelések, és különösebb jelentőségük nincs. Tehát a lényeg itt is az, hogy a tünetekkel, panaszokkal rendelkező beteg menjen el orvosi vizsgálatra, és ne a reklámokra hallgasson. Az önök kórházában, tehát a Bajcsi kórházban évente nagyjából egész évből hány páciens fordul meg, aki önökhöz jön? Igen. Hozzánk tartozik ugye a 10. és a 17. kerületi szakrendelő, és most már a monori szakrendelő is. A mi osztályunkon működő szakambulancia is nagyon sok beteget lát el, gyakorlatilag annyit, mint a két szakrendelő vagy három szakrendelő együtt. Ezeknek az ambulanciáknak a forgalma az folyamatosan növekvő tendenciát mutat, és hát most pontos számokat nem tudok, de olyan 15.000-17.000 beteget látunk el havonta. Havonta. Aki megfordul ezeken az ambulanciákon. És hát egy kicsit rendeznünk kell egyébként ezt a kérdést, hogy a műtéti előkészítés és a műtét utáni utánkövetés lenne a feladata tulajdonképpen az osztályon működő szakambulanciának, és a tünetekkel rendelkező betegek kivizsgálása és további vizsgálatokra tervezése lenne a szakrendelők feladata. Ez egy kicsit összekeveredik itt, mert gyakorlatilag mindenki mindent elvár, és azonnal minden helyszínen. De hát ez most különösen aktuális lesz, hiszen a 10. kerületi szakrendelő itt nem sokára megnyílik nálunk működve a kórház területén, és akkor jobban össze fogjuk tudni hangolni ezeket a funkciókat a szakrendelő és az osztály működése között.